Szeretettel köszöntöm a kedves vendégeket. Szeretettel köszöntöm 60 város önkormányzatának képviselőit, Horváth Rihárd polgármester urat, és akik az önkormányzat képviseletében jelen vannak. És ezúton szeretném megköszönni a támogatást, hogy létrejöhetett ez a koncert, és éppen emiatt tudom köszönteni Szekeres Tamás művész urat, Pleskó Béla művész urat és Herváj Péter művész urakat, akik ütőhangszereken fognak játszani, Szekeres Tamás művész úr pedig gitáron játszik természetesen. Hadd kezdjem a mai advent harmadik vasárnapján egy ige szakasszal, Ézsaiás próféta 40. fejezetében, a harmadik versben így szól az ige: építsetek utat a pusztában az Úrnak, az Úr jön hatalommal. Ez az Omega koncert, amelynek az a címe, hogy benne szól a dal. Igazából egy emlékkoncert, hiszen emlékezünk azokra, akik már nincsenek közöttünk, azokra a remek művészekre, akiket elvitt a betegség, és emiatt nem lehetnek már így jelen. Azonban ige szakaszunk arra hív bennünket, hogy építjük az utat méghozzá, azt az utat, amelyet Jézus készít számunkra, a vigasztalás útját, hiszen benne vigasztalást kaptunk Istentől. Azt a vigasztalást, hogy ez az élet nem véges, hanem Jézus Krisztusban lehet örök életünk, és létezik a mennyek országa. Ezzel az emlékezéssel hallgathatjuk most ezt a remek koncertet, mert már próba alatt kiderült, hogy nagyon jó hangszereléssel fogjuk hallgatni az Omega dalait, valamint az ökumenikus vegyes karnak az előadását. Thank you.
Hogyha feltárul a megszentelt világ, a szoros átjáron kimegy át, csak a szél őrzi meg, amit írtál belé.
Én elmegyek, szólt a kisgyerek. Neked elmondom, másnak senkinek. Majd addig megyek, amíg lesz egy kis sziget, ahol boldog leszek. És öröm itt lenni nálatok 60-ban, és 60 is felsorakozik azok közé, a városok közé, amelyek szívemhez nagyon közel állnak, hiszen ez az utolsó állomása az idei országos turnéknak, és
azért is különleges ez a turné, talán még a címen és az eszmén fölül is, amiért itt lehetünk, hogy nagyon sok időt hagytam ki a járvány alatt, nem játszottam 3 évig, nem voltam színpadon, és hát ez nekem nagyon-nagyon szokatlan, nehéz időszak volt, hiszen 15 éves koromtól járom az országot, világot. Persze nem unatkoztam, igyekeztem minél, hogy is mondjam, csak jobban kiszolgálni kedves tanítványaimat, jó sok oktatóanyagot igyekeztem csinálni, stúdiófelvételeket. De hát a koncertek nagyon hiányoztak, és óriási öröm az életemben, hogy visszatérhettem, és ismét veletek lehetek, játszhatok nektek. A turné annak a 25 évnek állít emléket, amelyet én az Omega zenekarban tölthettem, és a műsort igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy ehhez az emlékezéshez a lehető legjobban illeszkedjenek a dalok, tehát nem úgy választottunk, hogy mondjuk én a legkedvesebb Omega számaimat összeraktam és azzal terhellek titeket, hanem ahogy elhangzott, ehhez a hangulathoz igyekeztünk kiválasztani a tenger sok fantasztikus dal közül a legilleszkedőbbeket, illetve ennek a turnénak célja volt még az is, hogy igyekezzünk visszamenni azokra a helyszínekre, ahol az Omega Oratóriummal játszottunk, azaz szakrális környezetben, templomokban, és nagyon-nagyon klassz és megtisztelő érzés és megtiszteltetés, hogy most itt lehetünk a 60-i evangélikus templomba, Istenházában játszhatunk tehát ismét, és lehetünk együtt. A műsor nem kizárólag Omega nótákat fog tartalmazni, bár nagy részt igen, lesz néhány sajáttal is a régmúltból, illetve a jelenből, és egy klasszikus dal, Johann Sebastian Bach D-dur R tétele a BWV 1068-as suite-ből, zenekari suite-ből, és ezzel is szeretnénk hozzájárulni az adventi vasárnap hangulatához. Tehát egy dal Bachmestertől, a D-dur R. We'll be right back.
Köszönöm. Az arc nem a tiéd, csak hordod valakiét. A szemed fénye lopott fényszilánk. Arcunkon az idő saját képét hívja elő, és az angyalok végül nem ismernek rád. Gyere le, Isten, mondd, mit akarsz. Már ezer éve folyik a harc. Mire vársz? Új Babilon épül.
Köszönjük szépen! 94-ben csatlakozhattam az Omegához az első Népstadion koncert idején, és azt hiszem, hogy talán mondhatjuk, hogy ekkor egy új korszak kezdődött a zenekar életében, hiszen a 60-as, 70-es évek, 80-as évek közepéig ugye a legendás Omega zenekar volt, 94-től pedig egy picit máshogy kezdtünk dolgozni, vagy kezdtek az Omegások dolgozni. A 90-es években idézőjelbe téve csak három koncertünk volt, az egyik Siófokon. A szabadtéri színpadon az volt az első koncertem az Omegával, utána néhány nappal a Népstadion 94. szeptemberében, és aztán 99-ben a következő Népstadion koncert következett be, vagy hangzott el, illetve játszottuk el. Ebben az időszakban azért stúdióban elég sokat dolgoztunk, illetve tervezgettünk. Ennek az időszaknak a Transcendent, illetve Transcendence lemez az egyik jelentős mérföldköve. Majd pedig 2000-től a zenekar egyszer csak folyamatosan játszani kezdett, aztán a 2000-es évek közepétől pedig leginkább hát külföldre helyeztük át a súlypontot, amellett, hogy természetesen fantasztikus magyar koncertek is voltak. Erről az Omega második időszakról talán kevesebbet lehet tudni. Ez elképzelhető, hogy egy picit a zenekar hibája is volt, hogy a külföldi dolgokat nem nagyon reklámoztuk, illetve reklámozták, de ebben az időszakban is csodálatos koncertek és csodálatos zeneművek, számok keletkeztek. Ebből az időszakból engedjetek meg most egy instrumentális Omega dalt, ami egyébként is instrumentálisnak született. A címe The Immigrant, és a szerzője Meki, azaz Kóbor János. Thank you.
Köszönjük szépen. És most pedig következzen egy dal az eddigi utolsó szólóalbumomról, hiszen mindösszesen 14 szólólemezem készült eddig el. Az utolsó, az eddig utolsó, remélem, hogy nem az utolsó, a White Shapes of Blue című album, amelyről most az egyik dalt szeretnék eljátszani, a címe Irish Leg. Thank you.
Minden könycseppért kár, amit értem hullatnál. Érincs meg, s láthatod, én csak álmokból vagyok. Thank you.
álmaid játszanak veled, meglátod őt, és rabolejt a vágy. Hiába követed, nem éred el a nyári éjek asszonyát. Tulajdonképpen talán az első, az én szintemen persze jelentősebbnek nevezhető külföldi labdába rúgás, még a 90-es évek elején, 91-92-ről van szó,
A gitár tészlemezem, amely a harmadik szólólemezem, a sorban egyik dala a Danville Station, amelyik bekerült annak idején a Music Television, azaz az MTV műsorába is. Többször is játszották, ha jól tudom, talán ez volt az első magyar nóta, amelyik erre az adóra fölkerült. Tehát Danville Station a gitár tészlemezről 1990-es évek eleje. We'll be right back.
Szállj csak szállj tovább, kitárt karom útvesztő, fagyos lett a szívem, kemény, mint a kő, menekülj, amíg nem késő. Tűzvész, tűzvihar ég, vörös ég, vörös szél, vörös rém, tombol szertelenül. Aki él, most mind fél, menekül.
Nagyon szépen köszönjük, és eljött az utolsó dal ideje is. Édesapám szavait idézem, aki mindig azt mondotta, hogy aminek kezdete van, annak vége is. És ez sajnos a koncertre is igaz, mármint olyan értelemben, hogy borzasztó jól éreztem magam itt nálatok, és nagyon szívesen játszanék még, de hát mindennek meg vannak a határai, mondotta a határőr, ha szabad így megjegyeznem. Úgyhogy hálás szívvel szeretném megköszönni ezt az egész évet, azt, hogy ismét visszatérhettem a szólópályámra, habár bevallom férfiasan, hogy szívesen maradtam volna még az Omega zenésze, de hát tudjuk, ismerjük a történeteket, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehettem, hogy 60 városában búcsúztathatjuk az idei évet. És szeretném megköszönni a stábomnak, a menedzsmentnek, feleségemnek, Boldog Ildikónak, a főmenedzser úrnak, Trunkos Andris barátomnak, a fantasztikus menedzsment tevékenységet, és szeretném bemutatni a zenekart, Pleskó Béla dobolt neki. Herváj Péter, ütő hangszerekkel játszott. És elárulnám, hogy mindannyiunknak van egy másodállása is a zenekarban, hiszen Béla a technikai dolgokért is felelős. Béla, köszönöm szépen, fantasztikus volt az egész év. És Péternek pedig a másodállása a szervezés. Cinci, köszönjük szépen! Fantasztikus volt! Jogos lenne a kérdés, hogy de Tamás, neked mi a másodállásod? Nekem is van, én vagyok a stúdió felelős. Szeretném valamint megköszönni Béla fiának, Béláék fiának, Pleskó Petinek a fantasztikus munkát, a világítással, a jövő fantasztikus főszobrászra. Peti, nagyon szépen köszönjük, gyönyörű volt minden, köszönöm. Végül, de természetesen nem utolsó sorban, szeretném Kocsik Mónika lelkészhölgynek megköszönni azt, hogy itt lehettünk, a fantasztikus vendégszeretetet. Úgy tudom, hogy aki Istenházában zenélhet, kétszer imádkozik, ennek megfelelően ez most mindannyiunkkal megtörténhetett. Köszönjük szépen! És köszönöm szépen a fantasztikus ökonomikus kórusnak a közreműködést. Bravo, gyönyörű énekeseket! Köszönjük szépen, a legnagyobb megtiszteltetésre a gyerekeket. Köszönjük szépen. És végül szeretném megköszönni nektek, hogy mellénk álltatok a sok Omega rajongónak, akivel együtt töltettem az elmúlt évtizedeket, és megtiszteltek, hogy eljöttek a műsorra, hiszen ez tulajdonképpen az ő, a mi műsorunk volt elsősorban. És köszönöm szépen természetesen a gitár szerelmeseinek, akik javarészt az én közönségemet képviselik, hogy csatlakoztak. Köszönöm szépen tehát, hogy az egész évben együtt lehettünk. Végezetül pedig az Omega zenekarnak szeretném megköszönni így az utolsó, a turné utolsó állomásának utolsó dala előtt,
hogy velük lehettem, és azt hiszem, hogy mindannyiuk nevében köszönhetem nekik azt a sok fantasztikus zenét, és nem utolsó sorban az életérzéseket, amelyekből táplálkozhattunk, és fogunk a jövőben is. Köszönjük szépen, tehát az Omega. Végezetül tehát Gammapolis 2. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Jövőre látjuk egymást. Sziasztok!
fantasztikus kórus, Kocsik Mónika vezetésével, az elektrikus, ökonomikus kórus. Nagyon szépen köszönjük. Pestő Béla, Herbál Péter, köszönjük szépen, hogy itt lehettünk, hogy nálatok játszhattunk. Köszönjük szépen a polgármesteri hivatalnak, hogy támogatta az eseményt. Leskán Balázs alpolgármester úrnak, aki vastag a sajtótájékoztató, nagyon szívélyesen fogadott minket. Köszönjük még egyszer, kellemes ünnepeket, boldog új évet, mert látjuk egymást ismét. Köszönjük!